Még nem dőlt el Lázár János szerint, hogy hosszú távon is 9%-os lesz a reklámadó egységes kulcsa. A miniszter szerint annak ellenére meg kell várni az adótörvények elfogadását, hogy a kormány törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy az eddig 5,3%-ról 9%-ra emelkedjen az árbevétel alapján számított adó mértéke. 100 milliós bevétel alatt továbbra sem kellene fizetni. A reklámszövetség attól tart, az adóemelés miatt vállalkozások mehetnek tönkre. Adótörvényvita a költségvetéssel párhuzamosan, akkor tudok önnek válaszolni a 18-as és a 19-es évet illetően is. Most csak azzal meg, hogy 2017. július 1-től mi az adómértéke. És 2017-ben minden reklámcég jól jár, mert visszakapja az eddig befizetett 20 milliárd forintját.